A képviselő testület ülésén leváltották Nagy Zoltánt a saját kérésére, mivel külföldre költözött. A helyét Kriska Nándor vette át. Ezt követően a község által alapított intézmények, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló, a Túlzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, a Zentai Vöröskereszt, a Stevan Sremacer Művelődési Központ, a Szociális Védelmi Központ, a Történelmi Levéltár és a Zentai Magyar Kamara Színház 2016-os évi jelentését, illetve az idei munkaprogramját és pénzügyi tervét fogadták el a jelenlévők. Heves indulatokat váltott ki, és több órán át vitatkoztak a képviselők az ellenzék által beterjesztett Zentai Túlzó Lajos Magyar Művelődési Központ megalapításáról szóló javaslatról, amelyet 6 igennel, 16 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem fogadtak el. Egyébként ez volt az egyetlen javaslat, amelyet nem szavaztak meg. A hatalmi koalíció képviselői azzal érveltek, hogy a napirendi pontról szóló vita csak politikai pontszerzést szolgál. A magyar kultúra ügye az nem a hangoskodáson és a szájtépésen, hanem a valódi cselekvésen alapul. És úgy gondolom, hogy az a legkellemetlenebb a számomra és mindannyiunk számára a Vajdasági Magyar Szövetség részéről, hogyha a tevőleges kulturális tevékenységünket nem veszik tudomásul egyesek, és megpróbálnak olcsó politikai lövöldözésre, konfliktus gerjesztésre hangsúlyt fektetni. Rácz Szabó szerint, ha van szerb művelődési központ, akkor magyarnak is lennie kellene. Ami bennünket legjobban zavar az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mindenfélét összehordott és mondott olyan dolgokat, aminek se füle, soha farka, de semmiképpen nem akarta megszavazni ezt a javaslatunkat. Mi úgy gondoljuk, hogy ezzel gyakorlatilag a magyar érdekek ellen tettek. A folytatásban a képviselők elfogadták egyebek mellett a község idei mezőgazdaság fejlesztési és támogatási akciótervét, amely főként a kistermelők érdekeit védi. A képviselő testület döntése értelmében az idén is folytatják a levegő minőségének, illetve a zajszint állapotának az ellenőrzését. Megvitatták még a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló javaslatot is, amely szerint a város központjában csak kivételes alkalmakkor és külön engedéllyel közlekedhetnének a 10 tonnánál nem nehezebb tehergépjárművek.